A nagy királyaink udvarában már külön sütőházak működtek, és egy ilyen adatot szeretnék mondani, hogy az 1400-as, 1600-as években gyakorlatilag a pozsonyi várba már napi szinten 12 000 darab semlét sütöttek, és 5-600 darab cipót. A kenyér történetét elevenítette fel Mészáros Róbert pékmester, aki érdekességeket mesélt a bőrcsi általános iskolásoknak. A kenyér világnapján a Pedro pékség hangulatos termében egy tanulságos és izgalmas délelőttön vehettek részt a gyerekek. A bőrcsi gyermekeket a bőrcsről hívtuk el, és 50 gyerkőc és tanárai érkeztek meg, és őket fogjuk belevinni egy kicsit itt a pékség világába, a kenyér világába. A kollégáim nagyon jó szakmai színvonalat fognak mutatni, amiben elmondják, hogy a kenyér hogyan készül, mi a kenyér története. Rugalmasabb érzete, igaz? Megfelelő lukak vannak benne gyakorlatilag. És ha egy rossz kenyeret láttok, például azt ettől láthatjátok, ha nincs neki jó sapfoka. A rendezvényen az is kiderült, hogy milyen a jó minőségű kenyér, és mitől egészséges az egyik legfontosabb élelmiszerünk. Egyre jobban igénylik a kovászos jó minőségű kenyereket. Erre törekszünk, hogy ez minél jobban, tehát egy kenyeret lehessen adni ajándékba is, karácsonyra is, ünnepekre is, egy jó grillpartira, tehát hogy a kenyér újra felkerüljön arra a polcra, ahol régen volt, hogy tiszteljék, becsüljék. A kóstolás is része volt a délelőttnek, a gyerekek megismerhették Takó Zoltán világbajnok pékkenyereit, amelyekkel számos hazai és nemzetközi díjat nyert. Az íz mellett már az illat is sok mindent elárul. Megszablásszuk, kellemesen savankás illata van neki, igaz? Pedro pékség mindig azon van, hogy napról napra jobb és jobb pékárukat készítsen, innovációval, tehát a fogyasztók, jól mondtad, hogy a fogyasztók étkezési szokásai változnak, különféle szemvicseket készítünk, egyre jobb kávékat készítünk, és egyre jobb kenyereket készítünk. Ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat, a Pedro pékség ezúttal a Méhecske Alapítvány támogatta egy ajándékcsomaggal, amelyben a hasznos technikai eszközök mellett ott lapult egy hatalmas székelykenyér.